És ez már éjfél óta így megy. Úgy gondolom, hogy jó kis napnak nézünk elébe. Ó, apa maradt. Sophie hajnali kelése után sikerült olyan 3 óra környékén, vagy valahogy úgy visszahaltatni, és reggelig aludt tulajdonképpen, úgyhogy annyira nagy gáz nem volt tovább. De azért éjféltől 3 óráig nem aludni, az azért megviseli az embert. Főleg úgy, hogy ugye ma van a keresztelő, 3:45-re kell menjünk a templomba, gondolom lesz ilyen eligazítás, nem csak Sophie-t fogják keresztelni ezen a napon, hanem mit tudom én, lesznek 2, 3 vagy 4 megyek készülődni. A few moments later. Felöltöztetjük Sophie-t a keresztelőre. Olyan kis cukorfalat lesz, majd mindjárt meglátjátok. Az ilyen és ehhez hasonló családi rendezvényeken, esküvőkor, keresztelőkor, nagyobb családi eseményekkor szinte kivétel nélkül mindig előfordul az, hogy valami csúszik, valaki mindig nincs kész, nem készülődik el, és akkor így fölfokozódik a hangulat, és a végére ilyen borsos állapotba kerül mindenki, mindenki idegeskedik mindenen, és ez szerintem általában különösen igaz az olyan családokra, akik sokkal ritkábban találkoznak, és ezek az ilyen elkésések, illetve csúszások abból adódnak, hogy ilyenkor ugyebár összejön a család, mindenki találkozik mindenkivel, a rég nem látott családtagokkal, és szívesen töltik el az időt beszélgetések, nosztalgiázással és hasonlókkal, és közben elfelejtenek készülni az ilyen fontosabb időpontokra. Még nagyon sehol nem állunk, és 9:45-kor nekünk már ott kell lenni a templomba. Lesz egy ilyen elbeszélgetés, hogy fog lezajlani ez a szertartás, mint lesz, és most per pillanat 9:39 van. 9:45 úton vagyunk. És ide értünk. Sophie, én téged megkeresztellek, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Volna szertartás, most pedig megyünk át a Gloriusba ebédelni. Sophie nagyon jól viselkedett. Egy dolog otthon maradt, de ez nem azért maradt otthon, mert elfelejtettük, hanem szándékosan hagytuk otthon, az pedig a torta. Úgyhogy most haza kell ugorjak gyors a tortáért, és utána megyek a Glorius étterembe. Ennyi volt, sziasztok! Még nincs vége a napnak egyébként, csak a vlognak van vége. Így a keresztelő végére megnyugodtak a kedélyek, minden családtag megnyugodott, jól lakott, finom ebéddel. Köszönöm szépen a figyelmet!
köszönöm szépen a figyelmeteket. Ezt várjál, kijelzoomolok, mert ez így túl benne vagyok. Köszönöm szépen, hogy néztétek a mai vlogot is, és hogy rám szenteltétek az időtöket. Remélem, hogy sok piros tojást gyűjtöttetek, és rengeteg locsolótok volt. Vigyázzatok a húsvéti sonkával és a húsvéti tojással, nehogy megfeküdje a gyomrotokat. Oké, most már tényleg ennyi. Zárom soraimat. Sziasztok, találkozunk holnap. The gypsy crown.